Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Több százezer nőt érint Magyarországon a bántalmazás, sok esetben pedig túl későn jön csak a segítség. Erről is szó lesz a mai műsorban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Háttérmunka. A kutatásokra összpontosítanak a Józsa András Múzeumban. Párkapcsolati erőszak. Több százezren áldozatok az országban. Újabb körforgalom Máté Szalkán. Rövid időn belül a másodikat adták át. A Józsa András Múzeum idén január végén zárta be kapuit a látogatók előtt, mivel az épület nagyszabású felújításra vár. Idén több mint 1 millió műtárgyat kellett elhelyezni annak érdekében, hogy a felújítások elkezdődhessenek, a múzeum dolgozói azonban így sem tétlenkedtek. Egész évben folyamatosak voltak a műtárgy ellenőrző és kutató munkálatok. A Józsa András Múzeum idén január végétől zárta be kapuit a látogatók előtt, mivel az épület egy nagyszabású felújításra vár. A múzeum igazgatója azt mondta, több mint 1 millió műtárgyat kellett elhelyezni annak érdekében, hogy a felújítások elkezdődhessenek. Emellett a múzeum dolgozói egész évben folytatják a műtárgy ellenőrző és kutató munkákat. Én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy ugye a muzeológiai munka 3 pilléren nyugszik. Az egyik a gyűjtés, a másik a megőrzés, a harmadik pedig a bemutatás. Tehát most csak bemutatni nem tudunk. De a bemutatásnak is csak egy részét, a kiállításokat nem tudjuk teljesíteni. Minden más feladatot a múzeumnak teljesíteni kell. Gyűjtés folyamatosan folyik. Nem régen egy nagy gyűjteménynek a beérkezéséről számoltunk be. A régészeti ásatások folynak, onnan is rengeteg anyag érkezik, színvonalas anyag, ősi anyagok, pótolhatatlan anyagok érkeznek be hozzánk a múzeumba. A másik pedig folyamatosan folyik a restaurátori tevékenység is. A restaurálás az pedig folyamatos és elengedhetetlen, hogy az ideérkező anyagok olyan állapotba kerüljenek, hogy megőrzése. A bemutatásnak pedig egy olyan részét, ugye, hogy tudományos tekintetben nagyon sok mindent be tudunk mutatni, kiadványokban, előadás formájában, online formában. Egyedül a kiállítást nem tudjuk produkálni, ugye, mert most felújítás alatt van az épület. De a filiáinkban, Múzeumfaluban és a Kálai gyűjteményben, ugye 100%-ban ugyanúgy folyik minden, mint ami előtte, tehát őket ez nem érinti, ez a változás. A restaurátori munka egyelőre a főépületben és olyan épületi egységekben, ahol idáig nem, de muszáj megoldani ezt, a tárolás pedig külső raktárakban történik. Nagyon sok külső raktárunk van, 1 millió műtárgyat kellett elhelyeznünk, úgy kellett kiüríteni a Józsa András Múzeum központi épületét, hogy ez megoldásra kerüljön, hogy az 1 millió műtárgy az biztonságos helyre tárolásra kerüljenek. De folyamatosan ezeknek a külső raktáraknak is a hőmérsékletét, páratartalmát, az folyamatosan ellenőrizzük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek az államhoz tartozó műtárgyak, ezek több száz évre is megmaradjanak, és ne legyen semmi problémájuk. A mintegy 2,8 milliárd forint értékű közbeszerzési pályázatok egy része lezárult, mások folyamatban vannak, de a kivitelező még nem kezdte meg a munkálatokat, mondta az igazgató, és hangsúlyozta, a februárban kirobbant háború, valamint az energiaválság egyelőre még jobban elodázza a felújítás megkezdését. Ettől függetlenül számos tervvel készülnek a 2023-as évre. A közbeszerzések azok egyrészt megtörténtek, másrészt folyamatban vannak. Kivitelező még nem vonult fel az épületbe, és arra van egy kormányrendelet, ugye, hogy ami még nem kezdődött el, az egyelőre várakozó álláspontban van. Ez vagy egy év, vagy másfél év. Mi abban bízunk, hogy vagy tavasszal, vagy pedig ősszel elkezdődnek a kivitelezési munkák. Jó lett volna, hogyha elkezdődik a munka, mert ugye arra is van példa, hogy torzóban nem lehet hagyni azokat a kivitelezéseket, amik már elkezdődtek, de itt nem kezdődött el, és a
február 24-én kirobbant háború, meg a mostani energiaválság, az még jobban elodázza ezeket a munkálatokat. Pontosat még nem tudok mondani, amikor fogom tudni, akkor természetesen a sajtónak is el fogom mondani. A mi múzeumunk most fizikálisan zárva van, ezért a online térbe mi szeretnénk egy kicsit elvonulni. Minden kollégámat, vezetőimet arra kértem, hogy minden egyes részleg, a történeti, a régészeti, a restaurátorok, a múzeumpedagógusok havonta kétszer online formában újabb és újabb hírekkel, gyűjteményi munkával kapcsolatos hírekkel meg fognak jelenni. A másik ilyen nagyon fontos dolog, amit jövőre tervezünk, az, hogy a József András Múzeum egy megyei hatókörű városi múzeum. A megyei hatókört nagyon sokan nem értik, hogy mit jelent, ez pedig egy műtárgy ellenőrzést jelent a megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. És erről az állományvédelemről mi egy előadássorozatot indítunk el következő évben. Ez egy nyilvános, bárki jöhet és megnézheti. Ez februárban, márciusban és áprilisban, ez az állományvédelmi előadássorozat, ez megtekinthető majd. Valószínűleg itt a Kálai gyűjteménynek a könyvtár termében kerül erre sor. Májusban, mivel tudományos munka is folyamatosan folyik, májusban megjelenik a 2022. évi József András Múzeumnak az évkönyve, ennek a bemutatására kerülne sor. És ebben az évben, 2022-ben a régészek nagyon nagy munkálatokat folytattak a M49-es autópálya régészeti munkálatait végezték el. Na most, hogy milyen eredményekkel zárult ez a régészeti munka, erről is egy előadássorozatot indítanánk, és ez pedig szintén április, május és júniusban kerülne erre sor. Egy császárkori temetőnek a bemutatása, ami a régészeti osztálynak egyik kutatási témája, ezt egy előadás keretében bemutatná szeptemberben, és maga a kötet is meg fog jelenni októberben, arra is egy kötet bemutató lenne. És ami az egész országban zajlik, múzeumfejlesztés tekintetében, ez egy géniusz programsorozat, amiben új állandó kiállításokat lehet bemutatni, vagy pedig kutatásokat. Mi kutatásra számoltunk, ugye, mert most még egyszer mondom, hogy a József András Múzeum zárva van, oda hiába tervezünk kiállítást. A kutatási programunknak pedig a témája a kriminalisztika Szabolcs és Szatmár megyében. Egészen a 18. századtól a 20. század közepéig. Erre szervezünk majd egy konferenciát novemberben, októberben, és novemberben pedig a kötetet is szeretnénk bemutatni. És az év zárásaként pedig, ugyanúgy, mint ebben az évben is, december 1-én a múzeumi napot szeretnénk megtartani. November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Ennek apropóján tartott konferenciát a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. Az eseményen kiderült, az országban több százezer embert, ezen belül is főként nőket érint a bántalmazás. Hogy mi vezet a rendszeres tetlegességig, és hogy hogyan oldhatóak meg a problémák, arról Kovács Attila osztályvezetőt kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Meglehetősen összetett maga a problémakör, a segítségnyújtás is. Mi az, amit tapasztalni lehet az utóbbi években az erőszak, a családon belüli erőszak tekintetében? És ugye tegyük hozzá, nem csak nőket érint ez. Igen, ezt ki kell emelni, hogy nyilván a világnap a nők elleni erőszakról szól, illetve ennek a megszüntetéséről szól, de valójában azért a kapcsolati erőszak sokkal tágabb, hiszen ebbe akár férfiak is lehetnek, illetve nagyon sok gyermek, akik szintén áldozatai ennek a típusú bűncselekménynek, ami 2013 óta egyébként büntetendő. Hát a megyében azt tapasztalható, hogy az országban is, hogy az elmúlt néhány évben sajnos egy felfutó tendenciát lehet észlelni, miközben a regisztrált bűncselekmények száma folyamatosan csökken, évről évre egyre kevesebb van, a kapcsolati erőszakos bűncselekmények viszont emelkedőben vannak. Ennek több összetevője is lehet. Én merem azt hinni, hogy az elmúlt időszakban kifejtett prevenciós tevékenység, még propaganda tevékenység hatására a bántalmazott nők, vagy aki ilyen kapcsolati erőszakos életvitelben él sajnos, az jobban mer a rendőrséghez fordulni, illetve egyébként általánosabban jobban mer segítséget kérni. A számokkal nem akarok dobálózni különösebben, de azt el lehet mondani,
hogy itt az egyik ilyen mérőszáma ideiglenesen megelőző távoltartások száma, ami, ha megnézzük, akkor ebben az évben majdnem 130 volt ez idáig. Ha visszamegyünk korábban a korábbi években, akkor lehet látni, hogy néhány évvel ezelőtt ez bőven 100 alatt volt ez az érték. Tehát már most itt tartunk, itt az év vége felé, ez nyilván még fog emelkedni. Sokkal több ilyen típusú intézkedés kell a rendőröknek végrehajtania, úgyhogy ez egy óriási feladat, amit kezelni kell, de azt is látni kell, hogy ez nem csak a rendőrségi eszközökkel, nem rendőrségi eszközökkel, hanem egy társadalmi összefogást igénylő probléma. Már meg is előzte a kérdésemet, mert hogy bűnmegelőzés az nem ott kezdődik, hogy már megtörténik, hát illetve hogy közvetlenül az erőszak megtörténésének a megelőzés, ez egy nagyon összetett és sok szakmás feladat. Így van, tehát ennek a rendezvénynek, ami pénteken volt, és az volt a célja, hogy egy kicsit megszólítsunk mindenkit, akinek valamilyen feladata van a tekintetben. A rendőrség nyilván kezeli ezt a helyzetet, de ez a szó talán jó, hogy kezeli, nem megelőzi, ebből a szempontból legalábbis. Azért itt a egyházaknak, a civil szervezetnek, az alapítványoknak, kormányhivataloknak, gyámügynek, ügyészségbíróságnak, mindenkinek megvan a maga szelete, amit megtegyen, megtegyen annak érdekében, hogy minél kevesebb ilyen cselekmény legyen. De nyilván itt azért van szerepe az átlag embernek is, a rokonoknak, a barátoknak, az ismerősöknek, a szomszédoknak, hiszen ők tapasztalhatják azt, hogy valaki ilyen cselekménynek az áldozata, az, hogy egyáltalán ilyen bántalmazó kapcsolatban él. Nagyon kényes a történet, hiszen azt mondhatjuk nagyon sokáig, hogy ez egy belső családi ügy, magánügy, hol van az a pont, ahol ebbe be lehet avatkozni. Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Nyilvánvalóan, hogyha bűncselekmény történik, akkor azt mondom, hogy ha azt látja valaki, hogy a szomszédjának, asszonyon folyamatosan különböző külsérelmi nyomok tapasztalatok, akkor értelemszerűen nincs mire várni. Nyilván, hogyha gyerekek vannak a családban, akik meg kell, hogy éljék ezt az egész konfliktus helyzetet, akkor szintén azt gondolom, hogy fel kell vállalni és jelzéssel kell élni. De azért azt kiemelném, hogy van arra lehetőség, hogy valaki úgy tegyen bejelentést, akár a rendőrségen, vagy bármilyen más együttműködőnél, hogy a kiléte ne nyerjen megállapítást. Tehát egy jelzést tegyen, és akkor innentől kezdve mondjuk úgy, hogy beindul a gépezet, és lehetőség van arra, hogy elejét vegyék a problémának, hogy ne fajuljon tovább, ami aztán persze akár egy rendőri intézkedés lehet majd belőle. A kulcs azonban mégiscsak az áldozaton van abban a tekintetben, hogy ő rászánja magát, hogy minél hamarabb segítséget kérjen. Hová tud fordulni? Ha nyilván nehéz annak segíteni, aki maga sem kér segítséget. Egyik nagyon sok lehetőség van, most a 112-es örökbecsű telefonszámot, azt mondhatnám, de az már akkor van, amikor már nincs visszaút. Nagyon sok olyan szervezet van, akik foglalkoznak ilyen típusú problémákkal. Ugye kiemelném a Magyar Vöröskeresztet, akik kimenekítéssel is foglalkoznak egyébként. Van kríziskezelési telefonszám, országosan elérhető telefonszám, amit bármikor a nap 24 órájában fel lehet hívni. Különböző egyesületek vannak, alapítványok vannak, akiket nem akarok felsorolni, mert bárki felmegy az internetre, beírja, hogy nő erőszak, női bántalmazás, és kiadja a telefonszámát, vagy elérhetőségét ennek az adott szervezetnek. Szóval nagyon sokan próbálnak azért tenni, de nyilvánvalóan akkor tudnak csak segíteni, hogyha a segítségre szoruló keresi az ő támogatásukat. Mi történik, hogyha a rendőrséget értesíti? Nyilván egy rendőri intézkedés követi a bejelentés. Hogy egy rendőrségnél van, kidolgoztunk az elmúlt években egy egész szigorú protokollt, hogy mit kell tenni a helyszínen intézkedő rendőrnek, lépésről lépésre milyen cselekményeket kell elvégezzen, aminek a vége lehet akár egy ilyen ideiglenes megelőző távoltartás, de egyéb más szempontokat is figyelembe kell venni. Nyilván, ha a rendőr kimegy, akkor annak már van egy nyoma, ott már egy hatósági eljárás is indulhat, tehát azért egy egészen szigorú következmény. Ezekkel járó dologról beszélünk ebben az esetben, de azt tudom mondani egyébként, hogy a rendőrség berkéből némi kulisszatitoknak, hogyha lehet ezt így mondani, hogy az elmúlt évben nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy ezt a típusú helyzet kezeljük, tehát több olyan tréning volt a kollégáknak, akik ilyenek intézésben járnak el, ami érzékenyít őket, konfliktus kezelés segít, tehát azért összetett dolog, amit a legjobb tudásunk szerint próbálunk neki eleget tenni. Annyira összetett, hogy hát sok mindenre nem lehet elmondani, hogy fekete-fehér, de ez meg főleg nem. Tehát, hogy ezzel nagyon sokszor kétélű egy ilyen helyzet. Valóban ez így van, és a kollégák ugye szembesülnek azzal, hogy kimennek intézkedni idézőjelben nálunk szakzsargonban a családi balhéba, és akkor a segítséget kérő mondjuk hölgy, menet közben meggondolja magát, mert hogy az áldott jó ember csak ha iszik, akkor csinál ilyeneket, ő már nem is kér az intézkedést, de olyan is volt, hogy éppen az intézkedő rendőrök ellen fordult a segítségkérő hölgy. Tehát ez nagyon szenzitív terület, nyilván a magánéletnek a
tiszteletét meg kell adni a rendőrnek is, de azért, hogyha felmerül bűncselekmény gyanúja, vagy nyilvánvalóan olyan körülmények vannak, ami például gyermek van a helyszínen, akkor a szükséges intézkedést ennek ellenére is meg kell, hogy tegyék. De sokszor pont azért gondolja meg magát az áldozat, mert annyira fél a bántalmazótól, hogy a következményeket akarja ezzel megelőzni. Nyilvánvalóan, hát ez teljesen egyértelmű, hiszen sok függőség lehet, például lehet, hogy anyagi függőségben él, és akkor mi lesz, hogyha kivonják úgymond a forgalomból az élettársát, hogyan fog megélni. De én azt gondolom, hogy látva itt az elmúlt időszaknak a tragédiáit, azért az elmúlt néhány évben több ilyen is felmerült, hogy inkább jobb kikerülni és bizonytalanul, de biztonságban élni, mint azt, hogy felvállalni valamit, ami aztán lehet, hogy a tragédiába fog torkolni. Mennyire van jelen az alkohol ezekben az esetekben? Hát alapvető probléma. Tehát ez mindenféleképpen egy ilyen alkoholos függőség, ez nagyon gyakran van ezekben a kapcsolati problémákban. Nyilvánvalóan akár mind a két fél részéről is, tehát meghatározó, azt kell, hogy mondjam. Hogy áll a megye az ország többi megyéhez képest ebben a tekintetben? Megmondom őszintén, ezekben a számháborúban nem nagyon szeretünk belefolyni, de azt látni kell, hogy az elmúlt időszakban, ahogy mondtam, a megelőző távoltatások száma az megemelkedett. Ez köszönhetően annak is, hogy ahogy mondtam, kidolgoztunk egy protokollt, ami sokkal szigorúbb, és igazából nem azt mondom, nincs lehetősége mérlegelni a rendőrnek, de elég egyértelmű a helyszínen el lehet dönteni, mi legyen a továbbiakban. Még akkor is, hogyha mondjuk a segítséget kérő áldozat mondjuk meggondolja magát menet közben. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy a megye milyen nagy az országban, ugye a középmezőny elején helyezkedünk el. Vannak megyék, akik megelőznek minket, de ahogy mondtam, ez egy annyira szenzitív dolog, hogy ezekbe a jogeszközeivel, a hatóság eszközeivel döntést hozni, azért rizikót is hordoz magába, tehát azért mindig mérlegelünk. Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy nem nagyon lehet tudni itt a számok tükrében, hogy igazából több ilyen cselekmény van, vagy egyszerűen hamarabb jeleznek az áldozatok, de itt mégis csak bűnmegelőzési osztályról beszélünk. Mi az, amit tud tenni a rendőrség, és kikkel működik együtt azért, hogy ez egy hatékony eredmény legyen? Hát erre nagyon rövid választ tudok adni, mindenkivel együttműködünk, tehát ahogy mondtam, pont a rendezvény is, azt hiszem, hogy talán 14 vagy 15 különböző szereplőt hívtunk meg, akik ebben tudnak ténylegesen segíteni. Nyilván ez nem egy klasszikus bűncselekmény, amit meg lehet előzni, hogy valaki ne menjen fel az internetre, vagy hogyan használja az internetet. Ha hozzánk fordul valaki segítségért, itt pont a mai nap is volt egy ilyen jellegű telefonálás az osztályunkon, és van áldozatmenti referens, akkor nyilván tudunk tanácsot adni azzal kapcsolatban, mit lehet tenni, kihez lehet fordulni, tehát egy általános segítséget bárkinek tudunk adni, de túl ezen mi mindenkivel együttműködünk, tehát akár a hatóságokkal, akár a civil szervezetekkel, akár egyházakkal, mert azt gondolom, hogy ez egy társadalmi probléma, amit tényleg csak úgy lehet leküzdeni, vagy megbírkozni vele, hogyha tényleg mindenki egymásra számíthat. Közelednek az ünnepek. Ilyenkor még jobban össze vannak zárva a családok. Várható, hogy megemelkedik a közbelépések száma ilyenkor? Hát nem lehet összehasonlítani ezt az időszakot a covidos időszakkal, hiszen ott tényleg hónapig össze voltak zárva a családok, és tény is való, hogy akkoriban ezt számokkal ki lehetett mutatni, hogy sokkal több ilyen típusú rendőri intézkedés volt, mint amikor nem volt pandémiás helyzet. Én azért reménykedek abba, hogy most attól függetlenül, hogy több időt lesznek együtt a családtagok, azért annyira nem lesznek összezárva, és szerintem ilyen következménye nem lesz. Tehát én bízom benne, hogy ez nem fogja érdemben befolyásolni ezt a fajta mutatószámot. Ha már az ünnepek szóba kerültek, akkor néhány mondat erejéig hívjuk fel a figyelmet arra, hogy itt azért a bűncselekmények száma is megemelkedhet. Hát ugye alapvetően azt kell látni, hogy év végén, ahogy a kereskedelem beindul, ugye itt a vagyonelmi bűncselekmények jöhetnek igazából szóba megint csak. Tehát arra hívjuk fel mindenkinek a figyelmét, hogyha valaki bevásárolni megy, akkor a gépkocsiját zárja le, utastérben senki ne hagyjon értéket, a készpénzre, a pénztárcájára, a telefonjára mindenki odafigyeljen, ha nagyobb tömegben megy, tömegközlekedési eszközön, hiszen azt kell látni a vagyonelmi bűncselekmények, hogy gyakorlatilag más típusúakhoz képest ezek megelőzhetőek. Itt azért a sértetti közrehatás az elég jelentős. Tehát mindenki figyeljen oda. Amit szeretnék még kiemelni, az az online térben történő működés. Ugye egyrészt az iskolások most otthon lesznek hosszabb ideig, ezért nyilván az internetes zaklatás megint szóba jöhet. A szülőket arra kérjük, hogy figyeljék a gyereknek a viselkedését, hogyha valami olyan deviáns dolgot tapasztalnak, akkor beszélgessenek vele, és akkor ellenét lehet venni. Meg egyébként is lehet beszélgetni már most, akik az internetet használják, készségszinten gyermekek, azokkal már lehet arról beszélni, milyen veszélyei vannak az internetnek.
A másik dolog az pedig az online rendelések időszaka, meg az online bankolás időszaka, az egyébként is megvan, hogy a telefonon senki ne adjon banki adatokat ki, személyes adatokat ne adjon meg senkinek, hiszen ezzel visszaélhetnek. Ha valaki rendel bármilyen árucikket, én most is azt mondom, rendőrként is, meg magánvéleményként is, előre senki ne utaljon, ha mindenki utánvétele vásároljon, még akkor is, hogyha mondjuk 1000 forintot többet kell fizetni, hiszen mindig ebből szoktak lenni a problémák, hogy valaki megrendel általában egy másik magánszemélytől valamit, vagy megvásárol, aztán vagy nem érkezik meg, vagy nem az érkezik meg helyette, viszont a pénze még úszott, mert előre elutalta. Tehát mindig utánvétellel vásároljunk meg, legyünk körültekintőek, olyan webáruházakat, meg olyan használt cikket fogalmazó oldalakat látogassanak, amelyeket a nagy többség látogat. Ott, akik egyébként árusítanak, lehet hozzájuk fűzni véleményt, hogy milyen volt a korábbi kereskedésnek az eredménye, milyen vélemények voltak róla. A negatív vélemény, akkor nyilvánvalóan nem is kell vele szóba állni, de ez megint egy olyan típusú bűncselekmény, amit meg lehet előzni, ha kellően körültekintő mindenki. És hát lejárt az időnk, még egy mondat, hogy azért, aki adományokat szeretne adni, mert ugye karácsonykor az adakozási kedv is megnövekszik, ott is érdemes körültekintő. Így van, abszolút, teljesen így van. Aki adományt gyűjtéssel foglalkozik, az arcképes igazolványra rendelkezik, úgyhogy ezt is el kell kérni tőle. Kovács Attila, köszönjük szépen a jó tanácsokat és a tájékoztatást. Én köszönöm. Mindössze 3 hónappal az első után átadták Máté Szalka második körforgalmát is. A beruházás csaknem 1,2 milliárd forintos Európai Uniós forrásból valósult meg, melynek része volt a vasútállomáshoz vezető út felújítása és új kerékpárút építése is. A városban már tervezik a 3. körforgalom megépítését, és bíznak benne, hogy hamarosan az M49-es gyorsforgalmi út is segíti a közlekedést. Ez a körforgalom nyár óta segíti a közlekedést Máté Szalka külterületén a 49-es és a 471-es főút kereszteződésénél. A fejlesztés azért volt nagy mérföldkő a város életében, mert ez a település első körforgalma. Sokat nem kellett várni a másodikra, bár az eső miatt a képes kávéházban rendezett átadón tényleg szimbolikus volt a szalagvágás. Ez azt jelentette, hogy a Zöldfa utca és a Medgyesi út találkozásánál is elkészült az új biztonságos csomópont. Amikor 2019-ben az újabb önkormányzati ciklust elkezdtem kollégáimmal, a csapatommal, akkor ez egy olyan álom volt, aminek a realitásában nem nagyon hittem. Én hívő ember vagyok, mélyen hiszek, de ezt már 3 évtizede szerették volna itt Máté Szalkán és a környéken. Ehhez képest ugye most azt tapasztaljuk, hogy szűk 3 hónapon belül a 2. körforgalmat adjuk át Máté Szalkán, és az sem titok, hogy egy 3. körforgalmat is remélünk, amely majd megvalósul a közeljövőben, illetve reménykedünk a magyar kormány segítségében, hogy az M49-es is megépül, ami nyilván a Máté Szalkai agyonterhelt közlekedési rendszert teljes mértékben a kapacitásában segíteni. Átvezetni arra a nagy átmenő forgalmat. Tehát nem gondoltam azt, hogy ilyen sikeresek leszünk, hogy gyakorlatilag bő 1 év alatt ez a 2 körforgalom elkészül, és akkor szép lépéseket, hatásos lépéseket tudunk tenni a következők megvalósulásában is. Ahogy elhangzott több ünnepi beszédben, az elmúlt 30 év legjelentősebb közlekedési fejlesztéseinek vagyunk tanúi Máté Szalkán. Köszönöm mindenkinek ebben a támogatást, köszönöm azt, hogy biztonságosabb, szebb és jobb lett Máté Szalka közlekedési rendszere a beruházásoknak köszönhetően, és a továbbiakban is nagy tisztelettel számítunk a magyar kormány segítségére abban, hogy a Máté Szalkai emberek megérdemlik ezeket a fejlesztéseket. Tudom azt, hogy a magyar kormány mindig erőforrásként tekint a vidéki településekre, a vidéki városokra is, ennek 1000 tanújele van, és azt remélem, hogy az általunk eltervezett többi fejlesztés ugyanúgy zöld tudat kap, mint ahogy az eddigiek is, és valóban megújul Máté Szalka közlekedési rendszere az elkövetkezendő időszakban. Az érintett kereszteződésben korábban több baleset is történt, és mert nehezen volt belátható, gyakran feltorlódott a forgalom. De nem csak a gépjárművel közlekedők, hanem a gyalogosok és a kerékpárosok számára is kedvező a fejlesztés. A kiemelt társadalmi igények program keretén belül az idei évben most valósulhatott meg a 471-es, 49-es főutak csomópontjában egy új közlekedésbiztonsági szempontból sokkal kedvezőbb körforgalmi csomópont, amelynek az átadásán az idei év augusztusában itt lehettünk.
És az nagy jelentőséggel bírt Máté Szalka életében, hiszen a Fényvárosában ez volt az első körforgalmi csomópont. Nagyon örülök annak, hogy 3 hónappal később újra itt lehetünk, és nem álltak meg a csomóponti fejlesztések a terület- és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően elkészülhetett ez a körforgalom, melynek a kivitelezője a Kolaszút volt. A munkaterület átadásra márciusban került sor, és a munkák első fázisában a már említett közművek kerültek kiváltásra, illetve bevédésre. Ezt követően került felújításra az Öltfa és a Seregély utca, majd épült meg a kerékpársáv, illetve maga a körpálya. Közlekedésbiztonsági szempontokat figyelembe véve a kerékpársávok átvezetése kerültek a körforgalmi csomóponton, a kijelölt gyalogos átkelőhelyek pedig úgy kerültek kialakításra, hogy a vakok és gyengénlátók könnyebb átkelésének érdekében taktilis burkolat került beépítésre. Itt a körforgalmi csomópont közvetlen környezetében 3 darab betonburkolattal és utasváróval ellátott autóbusz öböl épült, a régi közvilágítás elbontásra került, és új korszerű energiatakarékos közvilágítás került megépítésre. Ezen felül még az Öltfa utcán található vasúti átjárója is megújult, hiszen a teljes vágányzónát elbontották, teljesen új alépítmény, felépítmény került kivitelezésre, és a vasúti biztosító berendezés is megújult. Az új burkolatot tartós burkolati jelekkel láttuk el, illetve a megváltozott új forgalmi rendnek megfelelően új útirányjelző táblák kerültek kihelyezésre. Én szeretném megköszönni a Máté Szalkaiak és a fejlesztéssel érintett szakaszon közlekedőknek a türelmét, hiszen a mi munkánk mindig valamilyen forgalomkorlátozással jár. Pláne igaz ez akkor, ha egy körforgalmat kell építeni, vagy egy vasúti átjárót teljes mértékben át kell építeni. De így kell, hogy azon dolgozunk, hogy a beruházások befejezését követően mindenki a lehető leggyorsabban, a legkényelmesebben, és ami nagyon fontos, a legnagyobb biztonságban éresse el úti célját. Az újabb közlekedési fejlesztések megvalósításán már nagy erőkkel dolgoznak a kormányhivatalnál is, mondta el az átadó ünnepségen Román István megyei főispán. Köszönet jár mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy azok az életkörülmények, amik között mi élünk és szeretnénk élni, azok az életkörülmények minél kedvezőbbek legyenek. És még egy gondolatot megengednek, egy-egy ilyen nagyobb beruházás kapcsán a kormányhivatal munkatársa is részt vesznek ebben a hatósági ügyekben. Én szeretnék köszönetet mondani azoknak a munkatársaimnak, akik ezen az ügyön is dolgoztak. És ugye az M49-es, hogyha már szóba került, ott is nem kevés feladat van, és tisztelettel jelentem államtitkár úrnak, és természetesen a helyieknek is, hogy az ezzel kapcsolatos hatósági ügyekkel is a magunk részéről jól állunk, és ez nem lehet akadály annak, hogy minél hamarabb megvalósulhasson egy ilyen típusú beruházás. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a városi piachoz tervezett új körforgalom megépítéséhez szükségesek lesznek még átalakítások. Szeretek lemenni a problémáknak a gyökeréig, és megoldani azokat a fennakadó dolgokat egy-egy telefonon a kapcsolati tőkével, amitől azt gondolom, hogy a probléma megoldás jól működik. És a harmadik körforgalommal higgyék, hogy én már látom, hogy a piacnak a főbejáratot arrébb kell tenni legalább 35 méterre, mert nem lesz a feltornyuló forgalomnak egy plusz sáv, és ahhoz, hogy betegyük tenni a kanyarító sávot, vagy a kanyarodó sávot, ahhoz meg kell hosszabbítani. És ezeknek a forrásoknak az elosztása, és akkor még egy kicsit itt, csak hogy a forrást lássák, hogy ez 601-néhány millió forint, vagy 585-tel indult, és hogy lett 1,1 milliárd. Az harmadik körforgalom az egy topos nyeremény volt, és a top nyerésnél, mikor a hatósági szerződés közünk, akkor kiderült, hogy nincs benne 4 és 5 számvegyei út, úgyhogy azt nulláztuk. Onnantól kezdett a politikai lobby, hogy azt a pénzt ne vigyék el, és ebből lett a Seregély út is meg egyébként, és azok a kiegészítő részek, amelyek ezt a beruházást ekkorává tették. És ott még van egy kis maradványunk,
az új M49-es felüljáró tetejéig a NIF fogja megépíteni, és az itt megtakarított 471-es útnak a 11,5 tonnára való emelése, és a mellette kerékpárút forgalom kimaradó 830 méteres szakaszát abból a forrásból fogjuk megcsinálni. Ez elméletek már átment Káton is, tehát a közigazgatási államtitkár értekezleten az átcsoportosítás jóvá hogy van hagyva, de azért odafigyelünk, hogy a gyakorlatban is megvalósuljon, és így lesz igazán teljesen kerek az a körforgalmi rendszer, amelyik teljesen mindegy, hogy milyen irányból érkezünk Mártészalkára, az meg lesz csinálva, és jó hír az is talán, de már be van jelentve, hogy az ópályból az hiányzik egyedül az úgynevezett hivatásforgalmi kerékpárút megvalósuló ópály és Mártészalka között is. Nagy Bálint beruházási államtitkár elmondta, a mártészalkai térség a továbbiakban is számíthat a kormány támogatására az úthálózat fejlesztésében. Alapvetően azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos fejlesztés, nem csak a mostani, hanem ahogy a köszöntőben elmondtam, hogy az elmúlt közel fél évben lényegében két nagyon fontos fejlesztés valósult meg csomópont, körforgalmi csomópont tekintetében Mártészalkán, hiszen ez év augusztusában került átadásra az első belterületi körforgalmi csomópont, amit azt gondolom, ahogy itt a polgármester úr köszöntőjében is hallhattuk, nagyon vártak már a helyi emberek, nem csak azért, mert a forgalom, a mobilitásnak a javítása, az infrastrukturális fejlesztések és beruházások a gazdaságot és a társadalmi életet is nyilván előre tudják mozdítani, de talán még fontosabb az, hogy baleset megelőzés és közlekedés biztonságból különösen fontos szerepet töltenek be az ilyen biztonságosabb csomópontok. Ez ugye augusztusban átadandó körforgalom, ez teljes egészében hazai forrásból tudott megvalósulni, és most a mostani átadás, a második körforgalom, az pedig az úgynevezett TOP keretből megvalósult, valamivel több mint 1 milliárd 158 millió forintos keretből tudott elkészülni, és ahogy mondhattam a köszöntőmben is, az Építési és Beruházási Minisztérium azzal bízta meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-t, hogy a jövőben is készítse elő azokat a fejlesztési terveket, amelyek a település és a térség szempontjából is fontosak lesznek. Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ország egész területén nem csak a főutakat, nem csak az autópályákat, hanem akár azokat a mellékutakat is meg tudjuk újítani, amelyeket nagyon sokan használnak nap mint nap, és ennek eredményeként azt gondolom, hogy nagy öröm és talán nagy eredmény, hogy ebből az előbb említett topos úgynevezett maradvány keretből valamivel több mint 160 km mellékúthálózat fog tudni majd megújulni, amelyet a Magyar Közút fog kivitelezni. Ez valamivel több mint 31,6 milliárd forint. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!